Szeretettel köszöntjük a nézőket. Konsz Tibor reumatológus szakorvossal fogunk beszélgetni. Most pedig azt vesszük górcső alá, hogy mit okoz az ülő munka reumatológus szemmel. Ugye egyre többen végzünk ülő munkát, és nem javít a helyzeten a home office sem, amikor már még kevesebbet mozdulunk ki, akár az ágyból, akár a székből. Hogy látja ezt a reumatológus? Igen, hát nagyon sok problémát okoz. A leggyakoribb panasz, amivel reumatológushoz fordulnak, talán a derékfájás és a nyakfájás. Mind a kettő kialakulásában szerepe van az ülőmunkának, leginkább annak, hogy rosszul ülünk, és sokat. Derékfájdalommal az emberek legalább 80%-a küzd egyszer élete folyamán, tehát nagyon gyakori problémáról van szó. Általában az a jellemző, hogy görnyetten ül az ember, a fejét egy kicsit előre tolja. Én is most így teljesen rosszul ülök, holott egyenes háttal ülnénk, megtartva a alsó gerinc görbületet, a nyakat egy kicsit behúzva, sokkal kevesebb probléma lenne. De sajnos ez nem így van. Egy idő után kóros izomfeszülések alakulnak ki. A sok ülés mellett a mozgás az nagyon kevés szokott általában lenni, emiatt a stabilizáló izmok tónusa elvesztik a tónusokat, ezek a stabilizáló izmok sokkal nagyobb teher nehezedik magára a csikolya közti kisízületre, a polckorongra, és az előbb-utóbb fájdalomhoz fog vezetni. Most én is egy kicsit kihúztam magam, mert hogy mondtad, hogy azon azért nehéz változtatni, hogy mennyit ülünk. De akkor nézzük a minőségét. Mert egyébként hogy kell ülni? Tehát ha lehetünk az... ilyen rendhagyóak, hogy most segítünk a nézőknek. Az lenne az ideális, hogyha egyenes háttal ülnénk, úgyhogy az alsó gerinc szakasz homorú legyen. A lábat az derékszögben kellene tartanunk, és egyenesen kellene néznünk a monitort, egy kicsit behúzott állal, nem ilyen előre helyezett fejtartásra. Ez azt jelenti, hogy akkor a monitort fentebb is kell emelni, fentebb, hogyha nincs eléggé fent. És egyébként különböző székek, meg különböző párnák, ezek segítenek? Sokszor segíthet. Egy hengerpárna a derékhoz az általában jó szokott lenni. Ez a ék alakú párna is segíthet abban, hogy a medencét egy kicsit előre billenti, ezzel egyenesebb lesz az alsó gerinc szakasz, vagy vannak ezek a dinamikus ülőpárnák, amik felfújhatók, ezek instabil alátámasztást adnak, és ott állandóan kell egy kicsit ezeknek a stabilizáló izmoknak dolgozni, nem olyan statikus az ülés ezáltal, és így ez segíthet ebben. Igen. Ide sorolható akkor ez a labda is, amin a labda is, igen. És hát fontos lenne, hogy óránként tényleg álljunk fel, egy kicsit mozgassuk meg magunkat, sétáljunk egy kicsit, és akkor utána folytassuk az ülőmunkát. Nehéz feladatok, de jó tanácsok. Igen. Mit lehet tenni, hogyha már rendben, mert most megelőztük, segítettél azzal, hogy na, hogyan kell ülni. Ez tehát csak egy része. Ez egy része, de mi van akkor, hogyha már ott járunk, hogy kevés az, hogy egyenesen ülünk. Mindenképpen érdemes a tornát megtanulni, a gerinctornát megtanulni, és azt rendszeresen végezni. Most itt nem arra kell gondolni, hogy minden nap egy órát tornázni kell, hogyha valaki megtanul egy gerinctornát, és naponta 10-15 percet rászán a gerincére, azzal már nagyon sokat lehet tenni azért, hogy kevésbé alakuljanak ki ezek a fájdalmak. Említetted az előbb azt, hogy ugye vannak az izmok, amik elgyengülnek, illetve a porckopás, és ugye ezekből lesznek utána a nagyobb fájdalmak, és az, amikor már ott jársz, hogy akkor gyógyszer, akkor injekció, és akkor sorolhatnánk még. Igen. Tehát ilyenkor, hogyha nagy fájdalom van, akkor mindenképpen érdemes reumatológust felkeresni, tud abban segíteni, hogy ez az akut fájdalom csökkenjen, és hát jó tanáccsal is el tudja látni a páciens, de mindenképpen aktívan részt kell venni a terápiában, tehát ilyen passzív módszerekkel, hogy csak eljárok masszázsra, eljárok fürdőzni, azzal biztos, hogy nem tud magán segíteni az ember, mindenki valami aktív dolgot kell végezni, ez leginkább a torna, vagy bármilyen mozgás, sport, az segíthet. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy akkor a sport az akkor valóban segít, hogyha megyünk, és nem csak fizikálisan tart minket egészségben. Igen, így van. Itt is oda kell figyelni arra, hogy hogyan milyen a tartásunk, és hogy mit hogyan végzünk? Igen, érdemes erre is odafigyelni, de bármilyen mozgás, bármilyen sport jobb, mint a semmittevés, úgyhogy
mindenkit arra biztatok, hogy mozogjon. Akkor ezzel a gondolattal zárjuk a beszélgetést, mindenkinek jó mozgást és jó sportolást kívánunk.